Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, bement a templomba, és kiűzte onnan a kereskedőket. Ezt mondta nekik: írva van, az én házam az imádságháza, ti pedig rablóbarlangát tettétek. Ott tanított azután minden nap a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői az életére törtek. De nem tudták eldönteni, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta tanítását. Ezek az evangélium igéi. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindnyájunk számára ismerős a jelenet. Jézus bemegy a jeruzsálemi templomba, Isten házába, ahol árusokat, pénzváltókat talál. Elszorul a szíve, hogy az imádság házát, az Isten jelenlétének helyét vásárcsarnokká, a pénz csörgésétől zajos helyé tették. Emberi érdekek jó szándékból, vagy éppen az anyagi haszonszerzés céljából, nem tudjuk. Mai elmélkedésünk, mint egész héten, mindegyik a Megyehidi templom felújítás alatt lévő templomából hangzik a testvérek felé. Egy templom, amely az Isten háza, melyet építgetünk, szépítgetünk folyamatosan. Mindegyikünk számára, akárhol is éljünk az országban vagy külföldön, van egy templom, amely oly sok szép emléket hordoz, de ahol érezzük, hogy az Isten jelen van, az Isten háza, ahol Jézus tanít minket, ahol szentségei által táplál és megerősít, ahol a hívő közösségbe reményeink szerint még egyre tovább fegyelmezetten eljárva közösen tudunk imádkozni, és érezzük egymás közelségének az erejét. Van egy közösség, amely Isten házában, Isten áldásával figyel közösen Isten szavára. A templom, az imádságháza, az erőt adó épület. Ott, ahol az Isten jelen van, ott az ember nem csak lecsendesedik, erőt kap. Más emberként megy ki a liturgikus cselekmények után a templomból, mint ahogyan bejött. Gondoljunk a templomunkra a mai napon. Adjunk érte hálát a Jóistennek. És ha nem is tudunk ma elmenni a templomunkba, nem tudunk benézni a templom kapuján, lélekbe járjuk végig, és gyönyörködjünk benne, és legyünk nagyon büszkék rá. Köszönjük meg a Jóistennek, hogy a tabernákulumban, az oltárszekrényben Jézus valóságosan lakást vesz, ott van. Köszönhetjük őt. Egy község sem mondhatja el azt, hogy nincs egy csodálatos lakója Jézus Krisztus személyében, az oltári szentségben. Lakást vesz a községünkben, lakást vesz a szívünkben. És a templomba szeretettel vár bennünket, és szeretettel köszöni meg, hogy az ő házát szépítjük, ékesítjük. Nem csak a falakat, nem csak a képeket, virágokat, hanem a csillogó szemünket is szeretettel értékeli. Hiszen a templom legszebb ékessége, a szemünk, a szeretettől dobogó szívünk sugárzása, amelyel Istent figyeljük, ráfigyelünk, és szerető szavát befogadjuk. Mi vagyunk a templom legszebb ékessége. Még akkor is, ha most maszkot kell tennünk, még akkor is, ha távolságot kell tartanunk. Isten szeretete ragyogja be
a szívünket, életünket, bármikor is betérünk az ő házába. Köszönjük meg a Jóistennek a templomunkat, értékeljük, és tudjuk azt, hogy a Jóisten szeretettel vár, mert végtelen fontosak vagyunk számára. Legyen ma is szép napunk, Isten szeretete, bárhol is vagyunk, ragyogja be a szívünket, segítse életünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!